Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó Szervusztok. reggelt nektek is! Jó reggelt, sziasztok! Hát akkor Gabi kezd el szerintem. Rendben, akkor a virtuális látogatásunk vezetői Béni Noémi és Szilási Zoltán, ők a Debreceni Atomkinak a munkatársai, akik a teljes munkaidejüket a CERN-ben Genf mellett töltik, és a Zoli és Noémi, ők a CMS detektornak az úgynevezett technikai koordinációján dolgoznak, illetve a kívül lévő műon detektor, amiről beszéltem egy kicsit az előadás során, az, ami itt ezen a CMS detektor poszteren legkívül van, annak a fejlesztésével és működtetésével foglalkoznak, és akkor én át is adnám nekik a szót. Köszönöm. Ez igaz, ez mind igaz, amit a Gabi elmondott. Hát akkor legyetek üdvözölve nálunk. Egy picit szerintem mutassuk meg, hogy hol vagyunk. Biztos Gabi már mondott erről valamit. Tehát azt látjátok, hogy közben szerintem majd ezt elvesszük. És akkor így már jobbak vagyunk. Plusz fejlettek vagyunk. Na, tehát amit láttok, ez a Genfi medencének a távlati képe. Látjátok itt ugye hátul a Mont Blanc. Ma reggel néztem, megvan még. Látjátok, hogy havas, ez most is igaz. Itt a Genfi medence, itt van benne a Genfi tó, nagyjából a Genf városa is itt van. Itt a repülőtér, aminek 3 kilométeres a kifutópályája, tehát meglehetősen nagy, és itt az előtérben látjátok ezt a sárga izét, hát ez igazából ugye csak rá van rajzolva, mert elég mélyen van a föld alatt. Ez a mi berendezésünk, jó, oké, ez a mi berendezésünk, az LHC, ugye ez a nagy hadron ütköztető, ami hát nagyjából egy ilyen félmegyényi jószág. Ma nem hoztam magammal, hogy Pest térképére rárakva körülbelül hogy néz ki. Sajnálom, elfelejtettem. Viszont amit tudni kell, tehát, hogy nagyjából itt van a CERN főkampusza, amin persze áthalad a francia-svájci határ, ez a szaggatott vonal. Itt van közvetlenül a B-kapuval szemben az Atlas nevű kísérlet, majd még erről ezt is megmutatjuk, és hát azért, hogy egyforma legyen az úgynevezett luminozitás, a másik nagy általános célú kísérletet, a CMS-t, a lehető legmesszebb kellett tenni ennek a majdnem körnek az átmérőjének a túloldalára. Na, itt vagyunk mi. Tehát messze bent Franciaországban, hát többek határtól vagy 2 kilométerre, egy Szeszi nevű francia kis falu mellett, és hát itt fogunk ma körbenézni. Rajtunk kívül még van másik két nagy kísérlet, ugye az Alice, úgy hallottam, hogy a Barnaföldi Gábor ott van, ugye? Nincs itt a Gergely. Ó, bocs, mert az ő hangját véltem felismerni, de akkor ezek szerint a Péter hangját hallottam inkább. Az könnyen lehet, igen. Tehát ebben van elég komoly magyar érdekeltség a CMS-en kívül, és akkor rajtunk kívül még van az LHCB, ami ugye ott a nevében is benne van, B-kvarkokkal, meg egzotikus fizikával foglalkozik, és hát persze a testvérünk az Atlasz. Ezek nagyjából így néznek ki, hogyha messziről meg akarjuk mutatni. Ugye a CMS, a mi hazánk, hát ugye a CE-ből azt jelenti, hogy kompakt, tehát lehet látni, hogy milyen kicsi, itt van mellette az öntudatos proletár, tehát ez igazából nem egy nagy méretű kísérlet, 16 méter az átmérője, nagyjából egy 4 emeletes épület. Az Atlasznál nem tették ki a proletárt, annak minden paraméterrel, minden magasság, szélesség, hosszúság paraméterrel nagyjából a duplája a CMS-nek, majd erre esetleg visszakérdezünk, vagy visszakérdezhettek, hogy ez miért van. Van az Alice nagyjából a CMS-sel egyforma méretű. Nekem azért fontos, mert ezt még máshogy hívták, L3-nak hívták annak idején, még a nagy elektron-pozitron ütköztetőn,
és ott kezdtem a karrierem, és annak igazából abból a mágnes maradt meg. A belső részt, meg ezt a hozzáfűzést, ezt persze az Alice-hoz építették. És hát van az LHCB, aki első ránézésre nem úgy néz ki, mint a többiek, de aztán az ember végig gondolhatja, hogy ez igazából csak egy szelete ezeknek a nagy négy pitérszöget lefedő detektoroknak. Nekik az is elég. Jó, én azt mondom, hogy gyorsan körbe mutatom szerintem azt, ahol vagyunk. Ugye ez a CMS detektornak a posztere. Tehát itt most ma nem hazudozok, ez a posztere. Ez az életnagyságú poszter, és abban a üregben, vagy abban a kísérleti hallban vagyunk, csarnokban, ahol ezt megépítették. És ezek a nagy narancssárga izék, ezekkel ma reggel szembesültünk, hogy leszállították végre, ezek majd a Forward régiónak a külön shieldingjei lesznek, valószínűleg hónapokig együtt fogunk élni azzal, hogy ezek belelógnak majd a képbe minden egyes vizitkor. Amúgy meg, hát ugye innen integetünk nektek. Jó. Közben készülődjek-e arra, hogy lemegyek a földre? Igen, Noémi. Jó, azt kérem, hogy készülődjél. És igen, hát Noémi lesz itt majd igazából a nagy szenzáció, nem én. Ha minden jól megy, akkor be lehet menni a kísérleti üregbe ma még. Megpróbálunk, persze, ígérete az nincs. És lehet, hogy még talán valami mágnesességet is fogunk látni. A mai terv, tehát most vagyunk a mágnesnek a beüzemelési fázisában. A mai terv az az, hogy egy Tesláig elviszik ezt a mágnest, ugye, akkor én ezt gyorsan csak megosztom. Tehát ugye itt van az a ábra, ezt szerintem a Gabi is mutatta nektek. Tehát ebben a nagy detektorban van egy hatalmas szolenoid, ami üzemi körülmények között 3,8 tesla mágneses teret tud csinálni. Ez lesz majd valamikor, ha minden jó megy, holnap estére, de ma még csak egy tesláig viszik el, aztán meg majd lerempelik. Noémi közbe adott képet, és szerintem mostantól kezdve legyen ő a centrumban. Persze majd el fogjuk hagyni, de... Gabi, közben hagyj kérdezzem már meg, hogy mennyit beszéltél a detektorról? Nem nagyon sokat, mert itt kicsit el voltunk csúszva, úgyhogy viszonylag gyorsan átfutottam rajta. De még azt akartam mondani, hogy ami a hátad mögött van, az egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy lehet-e látni, mert az egy úgynevezett... Majd mindjárt megosztom magam. Az egy úgynevezett üregrezonátor, és ezek azok az elemek a gyorsítóban, amik a változó elektromágneses térrel a lökéseket adják a protonoknak, hogy gyorsabban tudjanak menni. Ezekben álló hullámok vannak, és az álló hullámoknak a frekvenciája az pont úgy van beállítva, hogy amikor a részecskék átmennek ennek a közepén, akkor pont jó fázisban legyenek, és pont belerúgjanak egyet a protonokba, hogy azok gyorsabban mehessenek. Igen. Ez egy kicsit elnézést. Olyan, mint a játszótéren a hugicát hintáztatni. Tehát ugye elvileg a hugica mosolya, meg a inga végkitérése között van valamilyen kapcsolat. Tehát magyarul, hogyha válaszfüggvénynek tekinted, hogy mosolyog a hugica, akkor neked minél magasabbra kell a hintát eljuttatni. Nyilván bizonyos észszerű határok között. Na most ezt nem úgy teszed meg, hogy egy jó nagyot belerúgsz a hintába, mert az nem illik ebben a kultúrkörben, hanem mindig szépen, szinkronban egy picit adsz energiát ennek a hintának. Na, pontosan ezt csinálják ezek a dolgok, pontosabban csinálták, mert amit itt mögöttünk látunk, ez még a LEP 1-nek a normális hőmérsékletű, üregrezonátora. Tehát ezt valamikor 1995-ben, vagy körülbelül akkor tájt szedték ki. Viszont ez egy ikonikus példány, és ráadásul úgy oldották meg a
elektromos teret, hogy a veszteséget úgy csökkentették, hogy itt a, ugye ez az a rész, na, ez az a rész, ahol a elektronok, pozitronok gyorsultak, viszont a félperiódust azt kintöltötte a állóhullám a gömbben, és ezáltal csökkent a veszteség. Na most nyilván akkor még itt ez össze volt kötve. Aztán ezeket átalakították, és szupravezető gyorsítóüregek lettek. Ezt most azért nem tudom megmutatni, mert pont a mi alignmentes dobozunk, meg egy scissor lift foglalja a helyet, a túloldalt, és a kamera nem lát oda. De ez a szupravezető technológia elkezdődött már annak idején, amikor még a nagy elektron-pozitron ütköztető volt. Ma pedig hát most már azért lényegesen arrébb vagyunk, de most is szupravezető gyorsítókat használunk. Közben én látom azért a magam kis monitorán, hogy a Noémi az éppen megy lefele, és éppen elvesztettük a liftben, de hát majd meg lesz. Ez egy, igen, igen. Ez egy ilyen történet, az a csoda egyáltalán, hogy néha van a liftben rádiótér. Lefele el szoktuk felejteni a Noémit, fölfele viszont meg szokott maradni a kapcsolat. Ez a francia és a svájci rádiótelefon roamingok közötti aszimetria eredménye. Na, Noémi, én közben átadom neked a szót. Mondd el, hogy hol vagy. Noémi mellett Huari van. Igen. Ő egy villamosmérnökünk, aki lemegy a Noémivel, hiszen a biztonsági szabályok előírják, hogy mindig két ember minimum legyen lent. Ő nem fog ma beszélni, ő tényleg arra fog ügyelni, hogy a Noémit visszakapja. Noémi. Tehát ahol most vagyok, az a mínusz kettő a lift szintjén, és... És majd lesz újra Noémi. Tehát ő a mínusz kettedik szinten van, nagyjából olyan 80 méterrel a föld alatt. Persze, ha hozzáveszünk azt, hogy a földszint az 500 méter magasan van, azért még mindig Mátra háza fölött van magyar léptékkel mérve. Jó, igen, az visszajött a Noémi. Az... Ja, bocsánat. Tehát a függőleges akna, ez a kisebb, a balra látható a lift, ami egy beton csőbe megy. A felül látható kis fény az a földfelszíni épületnek a teteje. Itt lehet látni LED fényeket, hogy mennek felfele, ez igazából a látogatóknak van, hogy az adatot nekünk ugye fel kell küldeni a detektorból, és ezt vizualizáljuk. Közben itt azért mutatok pár posztert, mert van pár szép kép a CMS életében, nem tudom, hogy mennyire volt erről szó. Ugye beszéltük arról, hogy a föld felszínen épült a detektor, és ezt azért kellett megtenni, mert itt nem volt föld alatti üreg, és ahhoz, hogy ne okozzunk túl nagy késést az LHC induláshoz, ezért kell párhuzamosítani a munkákat. Én itt mutatom látható... a föld alatti világot közben. Csak jó. Azért, hogy némi fogalmunk legyen róla. Tehát ugye a Noémi most valahol itt van, ez egy függőleges akna, valahol ennek a majdnem az alján. Itt van egy üreg, ezt szervízüregnek hívjuk, mellette van a kísérleti üreg, ha minden jó megy, mind a kettőt bejárja. Igazából, amit mutatni akartam, az, hogy van nem sraffozott rész ebben a ábrában, meg van sraffozott rész. Ez az ábra tulajdonképpen a felülnézeti képe a föld alatti világnak. A nem sraffozott rész az, ami megvolt a nagy elektron-pozitron ütköztető idején, és a sraffozott az, amit hát úgymond újonnan kellett csinálni, de hát már ennek is több mint 20 éve. Igazából az, amit a képeket a Noémi mutat, az ennek a sraffozott résznek az elkészítése. Mondhatod közben tovább. Igen, tehát amit akartam mutatni, ez egy jó kép. Ezek nem részecske fizikusok, hanem régészek. Ugye a Föld mindenféle munkák előtt azért, itt mivel ezen a környéken azért a római birodalom
eljutott idáig, ezért ásatásokat kell végezni mindenféle munkahelyek előtt, és találtak is, szerencsére nem a munkaterülete, hanem egy picit arrébb, egy római kori villát. Úgyhogy, ez egy érdekesség. Ha megjegyezhetek, belekotnyeleskedhetek megint, ez a kép az én kedvencem. Azt szoktam mondani erre, hogy lám-lám, már az ókori rómaiak is tudták, hogy ez a világegyetem egyik legjobb helye. És amit még szerintem Zoli közben, hogyha meg tudod mutatni itt a nagy csarnok, ahol kezdtük a túrát, és annak idején a kísérlet bérelt egy nagy gépet, hogy leeressze a föld alá a megépített nagy elemeket, ott lehet látni a lukakat, és van itt egy pár kép, de amúgy ezt az interneten is majd megtaláljátok, hogy a leeresztésről, és pont akkora ez a függőleges aknának a mérete, hogy a legnagyobb elem az belefért. Igen. A legnagyobb most ez a függőleges akna le van takarva, egy ilyen vasbeton, inkább vas, mint beton lemezzel, de igazából, amit a Noémi mutatott az előbb alulnézetben, igen, ott van az a kép baloldalt, na, annak a tetején állunk mi most. Hogyha felhúzom a kamerát, akkor látjátok ugyanazokat az ablakokat, amiken annak idején a nagy daru benézett. Tehát tulajdonképpen ugyanott vagyunk. Ez a vasbeton lemez, ez egy elég masszív történet, nagyjából olyan 3 méter vastag. Kibírta, ahogy a Noémi is mondta, annak idején a legnehezebb elemnek a leeresztését is. Ugye technikailag ki kellett hozni rá, meg kellett emelni, el kellett húzni, bla bla bla. A lényeg az, hogy ezen ilyen 400 fős CMS-es partikat szoktunk rendezni. Jó, Noémi, visszaadom neked. Közben folytatom, átjöttünk egy szobába, ezt úgy hívjuk, hogy counting room. Ugye szerviz aknába vagyunk. Itt van minden olyan tud ebbe az üregbe, ami a detektorhoz közel kell, hogy legyen, de nem lehet a detektor mellett közvetlenül, mert hozzá kell férnünk, vagy nem bírja a mágneses teret, vagy nem bírja a sugárzást. Úgyhogy van egy ilyen szobánk, meg egy szinten fentebb is van még egy ilyen szobánk. Milyen cuccok vannak itt? Hát láthatunk optikai kábeleket, ezek például a műonkameráknak a Tiger kábelei. Vannak számítógépek, Rackmount számítógépek, nagy feszültségű tápegység vezérlők, meg a kábelek, és van még egy klasszikusabb kinézetű dolog is, ezek mind igazából a Gabinak van köze hozzá, a Brill detektornak a adatgyűjtő dolgai. És például ez is hozzá tartozik, itt lehet látni státuszokat, amiket az LHC-tól kap a CMS, hogy mikor van például Safe Beam a LHC-ból, és persze láthatunk sokféle egyéb újfajta adatgyűjtőkártyákat, ezek például a trackeré, és még bőven-bőven. Ezek mind optikai kábelek. Annyit ugye tudok róla. Ma igazából nekünk optikán kell azért egy csomó minden információt kihozni. Egyrészt sokkal több, ugye sokkal sűrűbben lehet információt kihozni belőle, sokkal nagyobb a sávszélesség. Másrészt, ami talán még ennél is fontosabb, vagy egyforma fontosságú, az, hogy ugye az optikai kábel szigetelő. Tehát az optikai kábelnél nem lesz majd esetleg földhurok, ami az egyik legnagyobb ellenségünk. Nyilván mi részecskeütközésekből kirepülő részecskék nyomait akarjuk keresni, és nem a BBC-t akarjuk hallgatni lépten nyomon. Miért is kell ez a föld alatti üreg? Mert ezt egy kicsit nyitva hagytuk, tehát ez egy olyan üreg, amiben nem a detektor van, elég közel vagyunk hozzá, nagyjából egy 7 méteres fal választ el minket tőle. Hoppá.
Jó, igen. És remélem, hogy hallotok. Igen, jó. Tehát nagyjából egy 7 méteres fal választ el attól az üregtől, ahol maga a detektor van. A Noémi most egyébként itt mászkál, és körbe fog menni a fal körül. Ez az üreg állandóan bejárható, függetlenül attól, hogy van-e nyaláb vagy nincs. A lényeg az benne, hogy ugye van egy csomó elektronikánk, amik vagy nem bírják a sugárzást, vagy nem bírják a mágneses teret. Például ilyenek ugye a tápegységek, az előbb látott nagy fesztápok nem nagyon szeretik ám a mágneses teret. Vagy hát van egy csomó olyan dolog, ami ugye például számítógépek vannak, ezek se nagyon csípik, bár most már jobban tolerálják, mint ezelőtt 20 évvel, de alapvetően egy csomó olyan eszköz is van, ami meg folyamatos karbantartást igényel, és hát nyilván az ember meg azért annyira nem mehet be a detektor üregbe, amikor éppen mágneses tér van. Mutassuk meg a Noémit, hogy ő éppen mit fog csinálni. Tehát ez a beengedő kapu a szervízakna és a kísérleti akna között. Lehet, hogy láttátok, amikor lejöttem a föld alá, akkor egy zöld ajtó volt, ez pedig egy sárga ajtó. A zöld attól ajtó tartok, az... hogy én átdumáltam ezt az egészet, úgyhogy... Jó, mindegy. A lényeg az, hogy a sárga ajtó az embereknek is figyelemfelhívás, ez nem nincs mindig nyitva. Tehát ez nyaláb, tehát ha az LHC működik, akkor ez zárva van. Itt vannak a jó pár különböző ledek, megmutatni, hogy milyen állapot van. Most jelenleg a automatikus access van, doziméteremmel be kell bedzselnem, úgynevezetten. Most olyan beléptetés van, hogy kell vennem egy kulcsot is, ez is a biztonságot szolgálja. Addig nem indul az LHC, amíg nincs az összes kulcs visszavéve. Oké, és mindjárt nyílik az ajtó, és remélem be fogok tudni menni a cuccal. És jön egy iris ellenőrzés. Na most azt tudom, hogy a Angels and Demons, vagy Angyalok és Démonok című film, az meglehetősen régen volt moziban, és a hallgatóság jelentős része akkor még talán nem élt. De hát mondjuk egy eléggé kultuszfilm, tehát az emberek általában tudják, hogy mi volt benne, mi volt a cselekménye. Hát ha valaki még emlékszik rá, ugyanezen beléptetőkapuk voltak a filmben is, egy ilyen furcsább írisolvasóval. Az jelentem, az tényleg egy létező írisolvasó típus volt akkoriban. Azóta ezek az újabb modellek, ezek már két szemet néznek, és azt is, hogy van-e benne vérkeringés, megint csak utalva arra, hogy hát a filmben mi volt a cselekmény. Noémi. Közben be is jöttünk a kísérleti aknához. A detektor végét láthatjuk, vagyis igazából ez a... Mi a shielding? A rotating shielding a nyalábcső körül, majd pedig a legkülső detektor a hadron forward kalorimeter, és hát ugye ennek a nagy hordónak a legvégét láthatjuk, és arra pedig, hogy milyen hosszú. Én most jelenleg abban a kis karámban vagyok, ahova a látogatók bejöhetnek, amikor van látogatás, de mivel én bejöttem úgy, mint nem látogató, ezért gyorsan ki is megyünk innen, és egy picit más szemszögből is megnézhetjük a detektort. Tehát az a tervem, hogy először felmegyek oda, jól körbe tekinteni, aztán majd lemegyünk a föld alá, vagy a földszintre, detektor lábához. Egy picit technikás, azért a lépcsőkán kell felmenni, úgyhogy egy kis türelmet kérek hozzá. Jó, közben én előtúrtam a mágnes áramokat az LHC mentén, itt ezen a weblapon, és ez a mi mágnes áramunknak a változása. Ma már jártunk 1000 amper fölött, aztán most éppen megy lefele, itt lehet is látni a mágnes áramunkat. Azt kell mondani, hogy ezt viszont nem kell látni. Azt kell látni, hogy igazából most éppen szépen úgynevezett lerempelés van, mágnesnek a kisütése, de a tér az minimális.
Tehát a Noémi Igen, nem sokat fog érezni. igen, és az, ez jó, mert a stabilizátort használhatom. Igen, igen, igen. Jelenleg most ugye azt is mondhatom, hogy az LHC felett vagyok, mert ez a nyalábcső feletti rész. Láthatjuk tényleg a végéről szemlélve a detektort, és azt is esetleg láthatjuk, hogy ez egy ilyen négyszintes, négy emeletes ház nagyságú maga a detektor. Megpróbálom megmutatni, remélem látszik a függőlegesaknak, csak mivel be van zárva a teteje, azért egy nagy sötétség van, és itt van ráadásul a daru is, ami rontja a látványt, de ez a függőlegesaknak, ahol leeresztették a detektort, ez egy jóval, jóval nagyobb. Amit még itt láthatunk ezen a képen, vannak ilyen piros érdekességek a felszerelve a falra. Ezek az egyik tűzoltórendszer elemei, ezek el tudják árasztani ezt a csarnokot habbal. Ez a legvégső esetben használandó tűzoltórendszer. Azért az első, amit bevetnek, az a széndioxidos oltó, az kevésbé tesz kárt az elektronikába. Jó, nincs sok ember a föld alatt, mert készülik a detektor a LHC indulásra, úgyhogy sajnos nem tudok sok mindent mutatni, de lemegyünk a lábához, és meg fogom kérni a Huarit, hogy tartsa a kamerát, és akkor megpróbálok beállni a képbe, hogy mégis valami viszonyítás legyen, hogy mekkora a detektor. Jó, és akkor közben én meg még azt a detektor robbantott ábrát fölteszem nektek. Tehát alapvetően ugye, hát azért már értesültetek arról, hogy itt azért osztogattak Nobel-díjakat az elmúlt, hát 25 évben, mindenféle W, meg Z bozonok, meg egy 10 évvel ezelőtt a Higgs-nek a felfedezéséért, de hát alapvetően ugye ezek a részecskék direkt módon nem megfigyelhetők, mert a olyan 10 a mínusz 23-on, 22-en másodperc alatt elbomlanak. Na most, amit meg lehet figyelni, az ezeknek a bomlás terméke, és ha minden jó megy, akkor ma délután ezt meg is fogjátok nézegetni, legalábbis a gyakorlat keretében. Na most viszont ahhoz, hogy ilyen bomlás termékeket tudjunk nézegetni, ahhoz néhány paramétert mérni kell a kirepülő részecskékből. Például azt, hogy merre mentek ki, milyen impulzust vittek el, milyen energiájuk volt, meg hogy milyen részecskék egyáltalán. Na most ezért egy ilyen rettentő komplex detektort kellett építeni, ennek van a belső része, az az úgynevezett tracker, ez szilícium, legbelül pixel, kívül strip detektor. Ugye a pixel detektorunk nagyjából olyan 80 megapixel, ma egy átlagos iPhone-ban azért előfordul hasonló pixel mennyiség. A különbség az az, hogy nálunk négy rétegben oszlik el egy hengerpalástján meg a két végén, és másodpercenként mondjuk nem 8-10 képet képes rögzíteni, mint burst módban a mobiltelefon, hanem 40 milliót. Ugye ez egy picit azért kicsit arrébb van. Van mögötte nagyon hasonló működési elvű, de csíkokból álló szilícium detektor, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a részecske pályákat megmérjük, töltött részecskék pályáját. Ezen kívül van két kaloriméter, egy elektromágneses, bocsánat, akkor már inkább ezt a képet mutatom, egy elektromágneses kaloriméter, ebben nagyjából olyan 70 ezer ólom-wolframát kristály van. Ezek annak idején, amikor gyártották, teljesen átlátszóak voltak. Ezekben az elektronok, meg a fotonok, meg a pozitronok képesek záporokat kelteni és nyomot hagyni, méghozzá akkorát, ami arányos az energiájukkal. Tehát alapvetően energiamérés lehet csinálni, hogy ahogy elnyelődnek ezek a részecskék, egy fényfelvillanás alakul ki, most nem mennék bele ennek a részleteibe, és ennek a fényfelvillanásnak az intenzitása az, ami igazából minket érdekel. Akik ezentúl repülnek, például a kvarkokat tartalmazó hadronok, ezek egy ilyen bronz,
szintillátor mintavevő detektorban nyelődnek el, jó masszív detektort kell elképzelni, ebben mindenféle ilyen részecske kölcsönhatásokkal hasonlóan egy ilyen záport keltenek, a záport pedig hát arról mintákat lehet venni a szintillátorokkal, megint csak a zápor nagysága arányos a deponált energiával, tehát megint csak lehet energiát mérni. Ezen a két rétegen keresztül már csak kétféle standard modell részecske megy át. Az egyik a neutrino, hát az elszámít a győzelmi lobogó, vele nem nagyon törődünk, csak a impulzus meg az energia megmaradás törvényének a alkalmazásával tudunk a impulzusokra, meg az elszállított energiára következtetni. És a másik részecske viszont, aki áthatol, az a műon, ugye a műon töltött részecske lévén hagy nyomot a trackerben, és hagy nyomot gáztöltésű ionizációs detektorokban, amiket műon detektoroknak hívunk, és mivel ide igazából ő az egyetlen töltött részecske, ami eljut, meg ami ebben nyomot hagy, borzasztóan tiszta képet tudunk alkotni arról, hogy mikor van műon. Ugye nagyon nem tévesztünk össze semmivel, ráadásul a műonnak van egy olyan tulajdonsága, pontosabban ennek az egész ütközésnek, hogy a bejövő protonok az ütközés előtt sok mindent tartalmaznak, de műonokat éppen nem. Tehát, hogyha jó időben, jó helyről származó műont érzékel a műon detektor, akkor lehet sejteni, hogy itt valami érdekes dolog történt, azt a mérést, azt érdemes elpakolni. Nem folytatom a szövegelést, inkább a Noémit hagyom érvényesülni. Láttatok-e a detektorhoz közel, vagy? Igen, igen. Jó, hívtam rád a figyelmet egy kis lézerpointerrel, hogy ott voltál az a kis pici magó. Mert te még használhatsz lézerpointert, mi már itt nem. Közben azt megmutatnám, hogy ugye hogyan mozgatjuk ezeket a hatalmas elemeket. Itt például látható egy eszköz hozzá, ez egy ilyen légpárnás tappancs. Nem csak egy van alá pakolva, hanem vagy 4-5 egy elem alá, és ezeket egy drótkötéllel hozzá lehet fogatni, és mindjárt mutatom az eszközt, amivel lehet húzni. Tehát itt lehet látni a felcsavart drótkötelet, és magát az eszközöket. Úgyhogy nem kell egy túl nagy gép ahhoz, hogy húzza a drótokat, mivel alá van pakolva ez a kis légpárna, ami egy annyira megemeli ezt az elemet, hogy a súlódás az a lehető legkevesebb legyen. És a drótot két szélen van megfogatva, tehát itt azért eléggé szinkronizáltan kell mozgatni az eszközöket ahhoz, hogy szépen párhuzamosan mozogjanak. Ugye megbeszéltük, hogy nincsen felkapcsolva a mágnes jelenleg, vagy ha van is benne valamennyi áram, az eléggé kicsi, de azért valamit tudok mutatni a mágnesből. Vannak nálam ezek a papír összefogók, lehet látni, hogy ezek nincsenek felmágnesezve, de azért ezekben a vasakban még van megmaradt mágnesesség a elmúlt évek mágnes bekapcsolása óta, és persze csak a kezemet figyeljétek, mert csalok. Tehát ha így a sarkára teszem, akkor ugye ő odaragad, és ezek tényleg nem túl nagy erősségek. De, hogyha de hát egy Rodolfo veszett el benned, Noémi. Hát még ott is van valami, de hát van, ugye de nyilván a Rodolfo trükk az benne, hogy hát az élek mentén azért a tér az egy kicsit erősebb tud lenni. Igen, a fizikát egy picit ismeri az ember. Az segít a mágiába. Úgyhogy ezt tudom jelenleg megmutatni. Ha be lenne kapcsolva a mágnes, akkor itt egészen erős mágneses tér van. Ott olyankor Fiat Tesla van nagyjából. Csavarkulcsal, ami szoktuk demonstrálni a teret. Egy ami ki van kötve a csuklódhoz, hogy ne repüljön el. Igen. Úgyhogy csak ennyit a mágnesestőről. Ezzel el lehet játszani, de most nem teszem, mert nincsen túl sok idő. Inkább körbe viszlek benneteket a detektor körül,
hogy megnézzük, hogy mi azért ez nem csak a vége számít, hanem tényleg ez egy hengeres forma. Itt van a, hát picit sötét van, tehát itt van a hengeres rész és a hordó rész közötti rész. És itt pedig, ha jól csinálom a kamerát, akkor éppen át lehet látni egy hordó rész közötti elemre. Az, gondolom elhangzott, hogy 5 ilyen kerék van. Ez például a közepe, ez a mi úgy hívjuk, hogy nullás gyűrű. Ezen a gyűrűn vannak a mágnes, és a belső detektorok, a kalorméterek is. Igen, és akkor így van, és akkor így van az 5 gyűrű, amit mutogatok, de gyorsan elveszem a képet azért, mert a Noémi az érdekesen. Tehát lehet látni, hogy egy-egy gyűrű között azért nincsen túl sok hely. Tehát így a kezemet kézni. Hát éppen arra 10-15-20 centi. Mi egyébként a mi projektünk ezekben a lukakban él. Úgyhogy, lehet. Az előbb egy mabot lát. Igen, ott látjátok, hogy a két, tehát a zöld meg az ezüst színű rész között van egy ilyen fekete valami. Na, ezek azok a dolgok, amikkel mi foglalkozunk itt a... jó. Bocsánat, egy picit elkavartam. És közben el is jöttem a másik oldalára, és lehet látni, hogy ez a hengeres detektor, ez szimmetrikus. Annyira, hogy mi is azt szoktuk néha téveszteni, hogyha dolgozunk, de ha az ember felnéz, akkor tudja, hogy hol van a függőleges akna, és meg tudja mondani, hogy jó, akkor én nem a függőleges akna oldalán vagyok. Úgyhogy... És jelenleg nagy a csendesség, tehát nincs sok ember, csak mi ketten a Huarival. Még egy picit átmegyek a másik oldalra, úgynevezett fáradal, és egész... Gabi, én közben javasolnám, hogy akkor a kérdésekkel bombázzatok minket. Mondtam, hogy gondolkozzatok, hogy van-e kérdésetek. Van esetleg valakinek valami kérdése, amit szeretne feltenni a kollégáknak? Lehet olyan is, hogy mutassak meg valami speciális dolgot. Az, hogy mennyi idő, amíg egy gyorsítás történik, tehát milyen gyakran vannak ilyen alkalmak, amiket lehet figyelni a... Igen. Köszönjük a kérdést. Igen, igazából ugye ennek az, hogy mi ütköztessünk, ennek van egy ilyen eljárása, egy ilyen procedúrája, tehát fel kell tölteni a gyorsítót, a gyorsító feltöltése az előgyorsítókon keresztül nagyjából egy negyed óra alatt megvan, aztán fel kell gyorsítani a nyalábot, ez is nagyságrendileg egy negyed óra, majd jönnek az egyéb ilyen trükkök, hogy össze kell nyomni a kísérleteknél, meg úgy kell igazgatni, hogy ütközzenek. Ez is nagyjából egy negyed óra, tehát azt kell mondani, hogy egy nagyságrendileg egy óra alatt el lehet jutni a üres LHC-tól egy ütköző nyalábos LHC-ig. Igen ám, utána viszont tudjuk tartani ezt a nyalábot, nagyjából 8 órát, ugye átlagosan kb. 8 órát érdemes tartani. Ez idő alatt persze ugye csökken a benne levő protonok száma, mindenféle dolgok miatt, nem csak az ütközés miatt, hanem azért is, mert hát az elkószálló protonok fennakadnak itt-ott-amott. Tehát szépen kimúlik a nyaláb, eltűnik belőle egy csomó proton, és akkor már annyira pici lesz az intenzitásunk, hogy érdemes eldobni, és újra betölteni. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából úgy naponta 3 betöltés van, ha minden jól megy, de láttunk már olyat is, hogy műszaki okok miatt nem tudtuk újra tölteni a gyorsítót, és akkor tartottuk a nyalábot. Én már részese voltam olyannak, amiben több mint egy napig ben volt a nyaláb a gyorsítóban. Azt hiszem, a rekord az valami 46 óra. Azt hiszem, valahol ott van, de hát a 46. órában már gyakorlatilag mindenki kiment kávézni, mert annyira minimális volt a nyaláb intenzitás, hogy már nem volt semmi értelme. De hát ez akkor fordul elő, amikor valamilyen nem tudjuk ezt az egész komplex rendszert hajtani.
Jó, következő. Kérdés? Hogy ezzel szokott lenni bármilyen műszaki hiba? Vagy milyen gyakran? Csak az van. Csak az van. Ugye ez a berendezés egy egyedi berendezés. Tehát nem úgy kell értékelni, mint mondjuk egy autót, amiből több százezret, néha milliót gyártanak le. Ez egy olyan jószág, amiből egyet csináltunk, tehát az elején főleg az összes gyerekbetegségét azt meg kellett ismerni, ki kellett küszöbölni, és még ma is vannak neki problémái. Hát itt-ott ez az amaz megadja magát, mert a technológia, amit használunk, az nem egy könnyű dolog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül olyan 50%-os a működő képességünk, de hát ez még így is egy nagyon-nagyon jó dolog. Viszont amikor működik a detektor, akkor a nagyon sok, körülbelül 100 millió csatornából, abból ilyen 95% fölötti az, ami működik. Tehát alapvetően azért igen megbízható. Tehát a detektorunk az úgy, ahogy a Gabi mondja, nagyjából olyan 95-99%. Ugye mindenki bőszen mutogatja minden aldetektor a működőképességi ábráját egy-egy ilyen nagy meetingen, és hát nyilván az a mérce, hogy minél magasabb legyen ez a százalékos szám, ez egy nagyon fontos dolgunk. A detektor, az, ha lehet ezt egyáltalán mondani, akkor hát jobban működik, mint az LHC. Ezt azért nagyon félbe merem kijelenteni, az LHC is egy nagyon jól működő valami, meg mi is nagyon jó működők vagyunk. Zoli, közben szerintem jó lenne, hogyha Noémi elindulna felfele, mert nekünk itt a laborlátogatások a következők, és kicsit aggódok, hogy kikapunk a laborvezetőktől. Értettem. Jó. Noémi hallotta rendben ezt, úgyhogy ő szerintem elkezd felfele sétálni, közben mi meg akkor folytathatjuk ezt a kérdés-válasz részt. Van közben egy kérdés, amíg a Noémi sétál, felrakhatjuk? Persze. Ebben ilyen szupravezetős elektromágnesek vannak, igaz? Igen. És le kell hűteni valamivel. Ezt mivel hűtik le? És a mágnesek miből vannak? Mi tradicionális szupravezetőt használunk, niobium titán szupravezetőket. Ezek például a mi mágnesünkhöz tökéletesen jók. A 4 Tesla teret, azt, vagy 3,8-at gyönyörűen tudják csinálni. A bent a gyorsítóban is még niobium titán a technológia. Ennek valahol a felső határa, technológiai határa az olyan 10 Tesla körül van. Az új detektornál, vagy új gyorsítónál, amit nagyjából egy 3 év múlva kezdünk beépíteni a gyorsító elemeknél, ez már nem lesz elég, és egy újabb technológiára, niobium own, vagy angolul niobium tritén, vagy tritén technológiára térünk át, ez egy kicsit magasabb, nagyjából 15 teszlát fog engedni. A hűtésre visszatérve, hát azzal hűtjük, ami rendelkezésünkre áll, ahhoz, hogy ugye ezeknek nagyjából a szupravezető átmeneti hőmérséklete olyan 10 Kelvin körül van, hát ami ott folyékony, azt úgy hívják, hogy hélium. Tehát folyékony héliumot használunk. Valószínűleg mi vagyunk a világ legnagyobb folyékony hélium felhasználója. Én hallottam már olyan városi legendát, hogy amennyi héliumot használunk, az körülbelül 2 év alatt tudja megtermelni ugye a gázkitermelésből származik a hélium termelés a világon, tehát nagyjából 2 év alatt tudja a Föld teljes gázkitermelése produkálni. Ebből még lesznek bajok a jövőben, mert a hélium, úgy hallottam, nagyon fogy, egyre kevésbé elérhető a piacon, illetve hát egyre nagyobb az ára. Mi mindenképpen megpróbálunk zárt üzemben működni, de hát azért valamennyi fogyasztásunk van, és igazából a technológia szempontjából érdemes abba az irányba lögdösni a biciklit, hogy magas hőmérsékletű szupravezetőket állítsunk elő. Ezekre a CERN-ben már van épkézláb eredmény, mi több a gyorsító felújításakor kerülnek majd be magas hőmérsékletű szupravezetők, amik a hélium rendszerből visszajövő forró héliummal, nagyjából 50 kelvines héliumról beszélünk, lesznek hűtve, és így tudnak például energiát lejuttatni a gyorsítóhoz. A jövő az az,
mindenképpen, hogy nagy hőmérsékletű szupravezetők legyenek. Körülbelül ennyit akartam erről mondani. A Noémi, az nem tudom, hogy miért megy vissza. Ja, mert a kulcsot vissza kell vinnie. Értem. Gabi, következő kérdés. De szaladok, bocsánat, csak itt közben szerveztem egy kicsit. Tehát nekem az lenne a kérdésem, hogy, és kérem, javítson ki, hogyha tévedek, hogy rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy ami a CERN-ben van, amivel ezek a részecskegyorsítók működnek, vagy nem tudom, hogy ezt többnek vagy egynek kéne értelmezni, ami a CERN-t alkotja, mint részecskegyorsító, hogy úgy tudom, hogy amilyen energián ezek működnek, azok nem elegek ahhoz, hogy a továbbiakban mondjuk a nagyobb egyesített elméleteket, amitről mondjuk nagyon hangzatosan beszélnek a dokumentumfilmekben, hogy azoknak például az előrejelzéseit itt lehet tesztelni, vagy hogy itt mi a CERN-nek a jövője, mert hogyha például ezekre nem képes, és kérem javítson ki, hogyha tévedek, mert úgy tudom, hogy nem, de hogy akkor még itt milyen kutatások folyhatnak a jövőben. Bízom benne, hogy egyébként érthető voltam, és nem. Igen, és ez egy borzasztó izgalmas kérdés, azt kell, hogy mondjam. És amíg hallgattam a kérdést, próbáltam összeszedni magam. Tehát alapvetően igaz is, meg nem is a kérdésben feltett, illetve félig meddig állított dolog. Tehát azok a nyalábenergiák, amikkel mi dolgozunk, ezek nagyon sok nagyságrendre vannak, a nagy egyesített elmélete, vagy Planck energiától ki hogyan szereti ezt nevezni. Reméltük, hogy fogunk látni a közvetlenül részecskéket, ugye a standard modellen túlmutató fizikából, sejtjük, vagy igazából hisszük, vagy tudjuk, nem tudom, hogy mi a legjobb szó rá, hogy van a standard modellen túli fizika. Biztos, hogy a standard modell nem a végső modell a részecske fizikában. Egy csomó kérdés van, amikre próbálunk választani. Gabi ennek egyébként a szakértője, ő foglalkozott elég sokat standard modellen túli fizikával, én csak egy kicsit, és alapvetően azt látjuk, hogy nem látunk egyelőre direkt módon új részecskét. Viszont, és ez a viszont a nagyon fontos, ha van a nem túl távoli energiatartományban a standard modellt leváltó elmélet, vagy pontosabban a fizika, akkor annak kihatásai lehetnek a mostani megfigyelésekre is. Ez az úgynevezett indirekt keresés. Mi ezzel foglalkoztunk, Gabi is, meg én is annak idején még a nagy elektronpozitron ütköztetőn. És igazából itt az a lényeg, hogy annak a fizikának van valamilyen pici hatása azokra a hatáskeresztmetszetekre, amiket mi itt tudunk mérni. Igazán ezzel van elfoglalva jelenleg az LHC, és ahhoz, hogy ezek a pici kis eltérések jól láthatók legyenek, ehhez nagy statisztikára van szükségünk. Tehát igazából ez az, amiért luminozitást fogunk emelni, ez az, amiért a jelenlegi adatmennyiségnek nagyjából a 10-szeresét fogjuk begyűjteni a következő 10 évben, és igazából ez lehet az egyik magyarázat arra, hogy miért kérünk még pénzt arra, hogy egy még nagyobb gyorsítót építsünk majd az LHC után. Gabi, én várom a te kommentedet azért ehhez. Hát igazán csak azt akarom mondani, hogy azt, hogy hol jelenik meg az az új fizika, ami mondjuk a sötét anyagért felelős, azt nem tudjuk. A nagy egyesítés, az valóban nagyon nagy, ez 10-16-on gigaelektron volt, a LHC az pedig 13-on gigaelektron, 11-en gigaelektron volt, tehát nagyon sok nagyságrend van között, de az elméletek többségében nem egy sivatag van a mostani energia és a nagy egyesítés között, hanem ott várunk új jelenségeket. És az LHC az azt reméli, hogy ezeket a két skála között megjelenő új jelenségeket tudja felfedezni, például szuperszimmetrikus részecskéket. Úgy gondoljuk, hogy ha van egy új szimmetria, akkor az összes részecskének, amit ismerünk, van egy nagyobb tömegű párja, és ezeket például az LHC-n mi is itt az ELTE-n keressük. Tehát azért még elég sok minden van, amit tud az LHC-t csinálni. Ha téged ez érdekel, akkor a fizikai szemlének a februári számát ajánlom. Abban írtam két cikket is ezekről a kérdésekről. Tehát egy-egy ilyen részecske, például egy sötét anyag, vagy egy szuperszimmetrikus részecske,
közvetlen megfigyelése az elképesztően nagy fegyvertény lenne, de mondom, mellette még vannak ezek az indirekt dolgok is. Nyilván nem tudjuk, hogy melyik jön be, ebből mindenképpen dolgozni kell. Én azt látom, hogy a Noémi valahova megérkezett a föld felszínen, és lehet, hogy hagynom kéne érvényesülni. Csak tényleg annyira, hogy bekukkantok a vezérlőterembe, most már, ahol van egy kis élet, vannak kollégák, úgyhogy a kísérleti aknából áttevődött a munka erre a részlegre. Csak ezt akarom megmutatni. Nem tudom, hogy beszéljek arról, hogy milyen shift ügyeletek vannak, vagy ez nem érdekes. Hát igazából ami fontos, vagy. Hogy itt folyamatosan van élet, 7/24-ben mostanában már vannak olyan kollégák, akik az úgynevezett centrál shiftekért felelnek, ezeket a kollégákat látjuk most jó részt. A kép bal alján ülne a műszakvezető, a shift leader, ő felel azért, hogy minden a programnak megfelelően menjen, ő a kapitány a hajón, és ő tartja a kapcsolatot az LHC-val is. Ott, aki ül a két kolléga között, ő a adatgyűjtésért felelős ember, az az adatgyűjtésért felelős pozíció. Igen, most éppen valószínűleg az adatgyűjtőrendszert piszkálják, mögöttük található a trigger rendszer felügyeletért felelős poszt, amellett az úgynevezett DQM, tehát az adatminőséget vizsgáló kolléga már ha bennül, mostanában a ő pozíciója üresen szokott maradni, illetve bal oldalt található a technikai shifter, a technikai ügyeletes, mi ilyeneket szoktunk csinálni a Noémivel, ha csinálunk valamit. Ez a kolléga felel a teljes infrastruktúra üzemért, ugye nagyjából, ahogy Gabi is mondta, 100-120 millió adatcsatornánk van, ezek mindegyikek igényel tápegységet, hűtést, van amelyik gázt is, van amelyik nagy feszültséget is, tehát ezért eléggé bonyolult a játék. Ezt egy önműködő szakértői rendszer kergeti el, de hát a fölött azért egy humánnak ülni kell. A felső képeken a zárt láncú kamerarendszerünkből lehet látni dolgokat, élőképeket a detektorról, illetve hát ez a kolléga felel a detektorba való beléptetésért, illetve a biztonságért is. Eléggé komoly munkája van. Szerintem neki van a legnagyobb helye. Igen, hát ide még én is elférek, itt szeretek üldögélni. Hát ez pedig az a tabló, ami egy áttekintést tud adni a detektornak a infrastruktúrájáról, illetve a tabló alján vannak kezelőszervek arra, hogyha itt mindenféle vészkiürítést, illetve detektorleállítást kellene csinálni, és már a számítógépen már egérrel nem akarod megkeresni a megfelelő gombokat. Szerencsére eddig erre nem volt szükség. Jó, Gabi, én visszaadom neked a szót. Szeretnénk megköszönni ezt a szerintem nagyon érdekes virtuális látogatást. Nem tudom, van-e valakinek valami utolsó, rettentően fontos kérdése? Van egy utolsó, nagyon utána elbúcsúzunk, mert a laborvezetők már nagyon türelmetlenül várnak minket. Nyugodtan húzd rám, én vagyok a felelős. Elviszem a balhét. A kérdés, hogy jutnak el egy a fizikusokhoz, kettő a mérésért felelős emberekhez az adatok és a mért eredmények, egy számokként, vagy grafikonként, vagy igazából hogy mutatják ezt, vagy hogy kapják meg ezeket az adatokat? Hát nyilván, amit mérünk, az egy elektronikus jellegű adat. Ezek a detektorok elektronikus detektorok. Ma már az adatokat szalagra írjuk, nem nálunk, hanem a számítóközpontban, és a LHC Grid nevű globális számítógépes kiértékelő rendszeren tartjuk is, meg ott is értékeljük ki. Ugye fel kell ezeket dolgozni, alkalmazni kell a detektor geometriát, alkalmazni kell a kalibrációs adatokat, a részecskéknek az azonosításait ahhoz, hogy ebből fizikai jellegű adatok legyenek, amin a kiértékelést végző munkatársaink tudnak dolgozni. Ők viszont ugye elég bonyolult módszerekkel, most ebben szintén nem mennék bele, a végén grafikonokat gyártanak, és abból azokkal ábrázolják a kutatási eredményeiket. Tehát ez egy szép, hosszú, komplex sor. Szerintem a Gabival erre tudtok majd beszélgetni.
ő ebben nagyon benne van. Én most az idő miatt igazából én nem merülnék ebbe el. Nagyon szépen köszönjük, Zoli, Noémi, a látogatást a technikai kollégának, aki a Noémi biztonságáért felelt, is köszönjük szépen a segítséget. És akkor elbúcsúznánk tőletek. Örültünk, hogy itt lehettünk veletek ma, és hát reméljük, hogy minél hamarabb újra találkozunk, akár személyesen, akár ilyen megoldással, mint a mai. Sziasztok! Kellemes napot! Sziasztok! Sziasztok!